Istennek hála a fekete füstöt időben észlelte egy járókelő, majd az önkormányzat egyik munkatársa segítségével a tűzoltók is hamar a helyszínre értek. Nekik azonban sok dolguk nem akadt, a keletkezett tüzet kiérkezésükre eloltották, osztotta meg gondolatait a plébánia a közösségi oldalon a sajnálatos eseményt követően. A templomnyitást követően nem sokkal valaki bejött a templom előterébe, de nem azért, hogy imádkozzon vagy elcsendesedjen, hanem a motiváció ugyan nem tisztázott, és még az elkövető személye sem tudott, de felgyújtotta az előtérben található imapadot, ahonnan a lángok ugye felkaptak a pad fölötti falon lévő parafatáblára, és hát isteni szerencse, meg egy kicsit a járókelőnek a, az ébersége, hogy nem lett nagyobb baj mert a kifelé hömpölygő fekete füstöt észlelték, és akkor riasztották a tűzoltókat, és akkor már a helyszínre érkezve itt is voltak a, a tűzoltók, de hát dolguk nem akadt, mert a, a, az egyházközség gondnoka észlelve a problémát eloltotta a tüzet. A plébános elmondása szerint a helyi katolikus és református közösséget egyaránt megrázta az eset, de isteni szerencse, hogy gyorsan sikerült megfékezni a lángokat. Azt feltételeztük első körben, az ember mindig a legjobbat feltételezi hogy egy gyertyás esetleg itt maradhatott a padon, bár nincsen mécses gyújtási lehetőség a templomunkban éppen a, a biztonsági kockázatokán. De utána kiderült, hogy szándékos gyújtogatásról van szó, hiszen találtak itt egy flakont, benne még valamennyi anyaggal, illetve ezt az anyagot locsolták szét a padozaton és találtak egy köteg szórólapból készült gyújtóst is. Tehát több, mint nyilvánvaló volt, és ennél fogva aggasztó, hogy, hogy szándékos gyújtogatás történt. A település polgármestere Tóth János is megszólalt az ügyben. Nyilatkozatából megtudhatjuk, hogy Tiszakécskén polgárőrség működik, akik rendszeresen járőröznek még éjszaka is. A polgármester azt is elmondta, hogy további 600 ezer forintos megbízást adnak a faluban kamerákat kihelyező cégnek, és ezeket az új Egységeket éppen a héten fogják felszerelni. Innentől kezdve már a templom előtti történéseket is bármikor vissza tudják majd nézni.